Kluiber, tériszonyos nézőknek nem nagyon ajánljuk. Igen, én ezt a közvetítést. Ezek közé tartozom, aztán kezdek elszédülni. Márton Gréta gólja, vezet a Ferencváros. Nem, hogy izzadni kell, vért kell izzadni. Én nem. Én mondom össze, hogy le vagyok döbbenve, mert ezt nem gondoltam volna. Szép gól, Márton Gréta. Egy megint ide. Nagyon kapott labdát Márton Gréta, ha jó hosszú ideje. Kell az a plusz kettő. Malestein, Böknek tovább, Szülősi Zácsik le a szélre. Márton Gréta 22-20. Lehet, hogy sokáig nem kapott labdát, most kettőt kapott. Ennek nagy szerepe lesz ebben a győzelemben. Márton! Meg neki is! Bölk előkészítése. Tovább megy, és megy ez is tovább. Egy eladott labdából Márton Gréta robog a kapu felé, és lövi hetedik ferencvárosi gólt. Tovább folytatja ezt a nagyon jó kezdését a Ferencváros. És ezek nagyon hasznos dolgok, amikor egy ilyen labdáladás után gólra tudják váltani, egy jó védekezés után. Nagyon szépen előzte meg Omoregit. Grbics, Márton Gréta. Igazítani kellett. Grbics, Bölk, szép húzás ki a szélre, és jó a befejezés Mártontól. Nagyon jó ütemű volt ez a húzás, és nagyon nagy szög maradt itt Mártonnak a szélén. Egyelőre alig, hanem passzívig pörgeti majd az órát a Ferencváros, vagy ha nem, akkor egy ilyen átadásból és egy ilyen lövéssel lehet gólt szerezni ember hátrányból, és Márton Gréta. Kluiber, Bölk. Szépen összehúzta megint a védőket, és bent van a harmadik lövése is Márton Grétának hibátlan támadásban. Márton Gréti, és ez egy 8-8. Bök. És bent van a rövid sarokban. Márton megállt egy pillanatra, és remekül fölmérte a helyzetet. Ugye Bök már nem volt megjátszható, őt megfogták, úgyhogy maradt még lépése. Igen, ugyanezt megállt, tudtam mondani. Megállt, leütötte, és így jó. Meg hát egyébként az utazással is volt némi probléma, hiszen Belgrádból 4 óra helyett 9 órát kellett utazniuk a határátkelés miatt. Márton helyzetben ő is gólt szerez a szélről. Egyelőre mindkét csapat minden egyes labdabirtoklásból góllal zárta maga támadását. Márton Gréta 20 gólt szerzett a magyar válogatottban a világbajnokságon. ...31-31-es döntetlen, tehát október 16-án, ott ugye az első félidőben vezetett 3-mal is a Ferencváros, aztán a végén mínusz 2 volt, és úgy sikerült nyerni, itt pedig megvan az első gól, Márton Gréta szerezte, vezet a Fradi. Kisfaludi próbálja leszorítani a falat, Kluiber jön, Bölk, és az helyzet, Márton, jó! 3-3, szép támadás volt, és megint a türelem volt, én azt hiszem a kulcs szó. Bölk. Tóth, Grbics, ott a zárás, jó előkészítés után, Márton Gréta a harmadik gólja. És így meg aztán nyugodtan mondhatjuk, hogy az az iménti Bíró Blanka védés az kettőt ért. Így van. A 4 ferencvárosi gólból 3 Márton Grétáé. Bölk, óriási passz, aj de szép! Pedig nem volt egyszerű dolga Márton Grétának, mert nagyon közel volt a vonal. Igen, ez egy parádés észrevétel volt Bölktől, és egy remek befejezés Márton Grétától. 4 lövés, 4 gól. Reisztád.
Nagyszerű kilépés volt, Szőlősi Zácsik, megvan a labda, sikerül tovább tenni, Márton Grét az ittszerben, gól! Gól! 1-0 után először előnyben a Fradi, 21-20. Az ember hátrányban. Szépen szabadította ki a labdát Zácsik. De van idő gólt lőni a fél idő végén. De most nem kell sietni. És azért egy két gólos hátránnyal ki lehet szállni az első fél időből. De az még gólt kell lőni. Ott van Márton Gréta. És akkor most figyeljünk.